miniszter úr, hallott valamit erről a nagy zsidó kazárjáról. És a 10. század derekán, ez 950 táján van, ezt én nem fogom most, bármennyire is ösztönöznek arra, hogy éjfélig is itt ím, ezt ismertetni, de akit érdekel, ebbe a Kohn Sámuel Héber kutforrások című könyvében elolvashatja egy nagyon hosszú levél, és amelyet ő egy József, vagy József helyesebben, de mi Józsefnek szoktuk ugye magyarítani, kazár vezérnek, Kagánnak mondja ugyan, de csak egy katona, csak hát katonai vezéri van szó, írt egy levelet, amelyben érdeklődött, hogy igaz-e ez, és hogyha igaz, akkor ők hogy élnek, honnan származnak, hány zsidó van ott, mi a kazáriában a sorsuk, és a többi, és a többi. És ez a József, vagy József válaszolt is rá, és különös módon megmaradt ez a levél is. Tehát ez kétségtelen történeti forrás, amelyet azután kiegészít még néhány zsidó nyelvű és zsidó tartalmú forrás, így a londoni Cambridge-be, amit már múltkor elmeséltem, ez a Schechter levél, amelyről most külön nem szólnék, mert azt múltkor elmondtam, ugye, hogy hogyan találták meg azt a 140 ezer tekercset ugye az Egyiptomban kiránduló angol dámák, amikor ugye egy ilyen régiségpiacon héber nyelvű tekercsek tömkelegét, ugye ezt elmeséltem a múlt alkalommal, ezt, hogy a zsidóknál is nagyon sokat tanulhatnánk tőlük, teljesen tilos a régi megszentelt írásokat elégetni, eldobni, szemétbe dobni, azokat el kell temetni, ezt elmeséltem, ugye. De nem mindig temethetnek, csak meghatározott időben, meghatározott helyen, meghatározott feltételekre, és addig ezeket az egyébként már nem használt iratokat egy szobában, vagy egy templom, mint úgy mondanunk, hogy sekrestje-szerűbbe kell elhelyezni. Ezt genizának hívják ugye ezt a helyet, és ott halmozódtak. És hogyha nem valamilyen oknál fogva nem kerül sor az eltemetésre, rendesen a zsidó temetőkbe. Ez még újkorban is, például a kőszegi temetőben is van egy ilyen sír, ahol jelképesen iratokat temettek el. És amikor nem sikerült, akkor ugye élelmesebbek kivitték a régiségpiacra és eladták jó pénzét. Tehát így került elő ez a bizonyos Schechter levél, amiben két dolog van, amit a múltkor már elmondtam, ugye, hogy egyrésztről, hogy is kerültek a zsidók a kazáriába. Másrészt pedig van egy nagyon fontos adat, amit senki eddig még tudomásom szerint legalábbis nem aknázott ki, mégpedig azt írja, 950 és 960 körülről van szó, hogy egy Bulsud nevű türk, ugye ez a közismert adat, hogy minket a 10. században a bizánciak révén türköknek neveztek, tehát egy magyarról van szó, és a Bulsid is nagyon ismerős, ugye a Bulcsunkkal kapcsolatban, hogy tőle kért segítséget a kazár Kagán, katonai segítséget, és adott is neki. Tehát ez egy új adat, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a hunok, nem csak az avarok, nem csak az kítakori világban, hanem még a mi úgynevezett honalapítás kori, sőt a Kárpát-medencei nagyfejedelemség korszakában is megvolt az intenzív kapcsolatunk kelettel, egészen az úgynevezett Levédia Don térségéig, olyannyira, hogy adott esetben a korábbi szövetséges és államalkotó kazária megsegítésére is volt erünk, és volt módunk. De ez is azért zsidó forrás, tehát itt most azt kell kijelenteni, hogy mind a későbbiek, amelyek között van egy 12. századi, egy bizonyos, hát Halévi, Jehuda Halévi nevű ember, aki egy kazária, zsidóul kuzári néven írt egy művet, amiben mérhetetlen tömegű anyagot és nevet halmozott össze,
erről a bizonyos kazárjai zsidó világról. Ezt tulajdonképpen megerősítették az előbb már említett arab források is, amelyeknek az alapja lényegében egy 9. század végi Jaihani nevével fémjelzett forrásra megy vissza, és későbbiekben többnyire csak ismételgették, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez azért fontos, hogy tudjuk, hogy nagyon rokon szenvedtek velük, mert ők nagyon nagy élvezettel, hogy úgy mondjam, mecsetelték, hogy igen, kazárjában vannak a zsidók, mégpedig lenn, hogy a vezérek is zsidó vallásat értek át, vagy már eredetileg is ugye azok voltak, és megszerezték a hatalmat. Most, tehát vannak források, mind a héber nyelvű, mind az arab nyelvű források rendelkezésre állnak. Most a kérdés az, hogy ez elég ahhoz, hogy ezt hitelesnek minősítsük. És itt jön tulajdonképpen a mi felelősségünk, itt jön a mi forráskritikai felelősségünk, hogy ki kell mondanunk, és ezt nem teszik meg a tisztelt kollégák ebben az esetben sem, és nagyon sok más esetben sem, hogy a zsidó források, illetőleg az elfogultsággal, joggal jellemezhető arab források kivételével senki a világon nem tud kazáriai zsidó államról. Ez egy rendkívül döntő kérdés. Olyannyira, hogy most, ha majd a régészet is volt, olyannyira nem, hogy amíg a későbbiek során, amikor de még az előbb említett Yehuda Halévi esetében is, tehát korábban is volt olyan két utazó, két kiváló zsidó ember, Tudelai Benyámin az egyik, aki 1165-ben beutaztat egész Eurázsiát, elment Kínáig, és egy Petachia nevű, ugyancsak kiváló zsidó kereskedő, aki 10 évvel később elindult a mai Bordó térségéből, és Mongólián át egész Kínáig ment. A világon minden országról, minden városról feljegyezette, hogy mit találtott érdekesnek, mi volt, milyen nyelven beszéltek, milyen áru kapható, mennyi a rabszolga ára, mennyi ez, mennyi az. És egyik se tud egyetlen szót sem, semmiféle kazáriai zsidóságról. Tetszik érteni? Tehát ami most, ha még ehhez hozzáteszünk, hogy a bizánci források, tehát most ugye tárgyaltuk, ugye nagy vonalakban tárgyaltuk a zsidó forrásokat, aztán az arab forrásokat, most jönnek ugye a bizánci források és a nyugati források, illetve azok a zsidó utazók, akik tárgyszerűen beszámoltak és meg is maradt a mű. Egy szót se tudnak. Na most, hogy azért az idővel is gazdálkodjak, ugye akkor egy picit előbbre ugorva, azt kell mondani, hogy miről van itt akkor szó? Arról van szó, kérem szépen, hogy egy forráskritikának egyáltalán meg nem felelő, egyoldalú forrás túlértékelés létrehozott egy történeti legendát, amelyet bizonyos körök, bizonyos személyek tudatosan felfújtak, és ez a történeti legenda a nagy kazár, a nagy zsidó kazár birodalomról olyan rendkívüli erővel jelent meg, és jelenik meg, mint máig, amely, hogy úgy mondjam, a józanabb, tisztességesebb, józanabb történész kutatók mind a mai napig uralkodó tendenciának számít. Most még ehhez hozzáveszünk, hogy a régészeti emlékanyagban, itt, amit ezen a fólián mutatok. Ezek a sírkövek, amit itt látunk,
zsidó sírkövek, ez nem vitás egy percig se, ez nem kell akadémikusnak lenni, hogy ezt lássák. Ezek Fanagóriából származnak. Fanagória kilencében a Krím-félsziget keleti oldalán terült el, egy ókori görög gyarmatváros, ahol mi nagyon régi, már görög forrásokat tudunk arról, hogy ott zsidó közösség élt, sőt, rabjuknak is a nevét is ismerjük, és ők ott, ahogy éltek a saját negyedükbe, nem gettósítva éltek, de saját negyedükbe volt temetőjük is. Mellette pedig néhány gyűrűt, itt lent téglákat látunk karcolatokkal, néhány gyűrűt látunk, és amelyek már a Kárpát-medencéből származnak, és ennek alapján próbáltak, azért gondoljuk el, 23.500 sírt tártunk fel a 9-11. Század közötti időszakból, sajnos ez viszonylag kis szám, illetve nem biztos, hogy sajnos, mert sírok megbolygatása így az ember elidősödvén más megítélés alá kerül, mint amikor ifjan neki esik. És, de minden esetre ebből mindösszesen, ez Ellenden, Baranya megyei Ellenden került elő ez a temető, mindösszesen négy olyan sírunk van, négy, ahol mondjuk azt, hogy Héber betűs, ezek a számokban megjelölt, ez véset, ugye a gyűrűn, véset. Véset, tehát fordul elő. És aztán van egy másik lelőhelyünk Dunacsében, ahol egy magyar vitéz ősünk nyugszik télasírba. Diákat nem hoztam magammal, mert így is hosszacska, de tehát el tudják képzelni. Tehát az azt jelenti, hogy élére állított téglából bélelték ki a sírgödröt, és abba fektették a koporsóba, természetesen nem mesztelenül, hogy félreértés legyen, a halottat. És ezeken az élére állított nagyméretű téglákon kettőn menóra van, bekarcolva. No, mindjárt megjelent a cukkereltárs, akarom mondani, Zoltai ugye, társasága, hogy na, itt a bizonyíték, hogy kérem, mégiscsak a honfoglaló, honalapító magyarok is. Csak egy manőr volt vele, hogy római téglák voltak. Tehát, és a római birodalomból is tudjuk, hogy voltak kiváltságos zsidó közösségek, miért ne lettek volna természetesen. Na most, tehát megint azt visszatérek oda, ugye, hogy sem az írott forrásoknak a forráskritikai elemzése, sem a régészeti anyag nem bizonyítja ezeknek a hitelét, sőt ellenkezőleg kijelenthetjük, hogy itt egy fölfújt legendáról van szó. Tehát most azt, ahogy a múltkor is mondtam, az természetesen mi és mindazok, akik a történelmi forrásokat úgy, ahogy vannak, tisztelik. Mert ezt nem szabad elfelejteni, egy történeti forrás soha nem szabad megváltoztatni. Ez a Vaskos könyvem is bizonyítja, hogy amilyen olyan, hogy kételkedünk, az egy más kérdés. De attól a forrást megváltoztatni nem szabad. Beleírni, elhagyni, amit igen nagy sportszerűtlenséggel üznek a kollégáim egy része. Ugye, mert az már ugye a szemlélet és a válogatás kérdése, hogy akkor mit hozok ki belőle? Ugye ezt nagyon jól tudják, hogy egy beszédből kihagyom ezt, meg azt, meg amaszt, azt behagyom, hogy te sem megváltozik a tartalma. Tehát egy forrás soha nem szabad megváltoztatni, sem tárgyi, sem írott forrás. És ez azt jelenti, hogy tárgyilagos forráselemzéssel, amelyet itt most ilyen hát értelemben nem tudunk teljes mélységében kielemet, tehát végigvezetni az idő múlását figyelembe véve, de azért azt igazolni lehet, hogy ez a legenda hogyan keletkezett,
Ami nem azt jelenti, hogy nincs alapja annak, hogy Kazáriában igenis voltak magas rangot megszerzett zsidó rétegek, akik azonban a jelen ismereteink szerint is majd ezt a genetika valószínűleg nagyon komolyan meg fogja erősíteni, vagy elveti, ez a két lehetőség természetesen fennáll, hogy egy olyasmi, ahogy mondtam a múltkor is, olyan történelmi esemény feltételezhető a Krisztus születése utáni 9. század végén. Ez nagyon fontos körülmény, mert vannak szláv forrásaink is, amelyeket nagyon is figyelembe kell vennünk, és ez a szláv források legfontosabbika Cirilnek, ugye, akinek az eredeti bizánci neve ugye Konstantinosz volt, akit a bizánci császár a Kazár uralkodó Kagánnak a kérésére elküldött Kazáriába, azzal a céllal, hogy ott a Kazár Kagánt segítse a vallási vita, vallás hitvitának valósításában, hiszen a Kazár Kagán, mondja ez a Cirilnek az élettörténete, a Vita Constantini névre hallgat, ez a latin forrás, természetesen latinul van, illetve a görög változata is van, hogy állítólag a Kazár Kagán összehívott vallási bölcseket, egy zsidót, egy arab Mohamedánt, egy keresztényt és egy úgynevezett türk pogányt, ugye ez mi volnánk, akiknek szintén teremtő istene volt, Tengrikánnak hívták, még ez is fel van jegyezve, és de más néven Ustennek hívták. Na most ezt a négy embert összehívta, és a Cirill magyarra fordítva élettörténetében a következő szöveg olvasható, még egyszer mondom, a 9. század utolsó évtizedeiből van szó. Tehát 7. századi nagy zsidó állam, amit a bevezetőben mondtam, fényébe kell ezt hallgatni. Abban az időben, 9. század utolsó évtizedei, érkeztek meg a mondott császárhoz, azaz III. Mihály bizánci császárhoz, és kérvén őt, és folyamodván hozzá, hogy méltóztasson küldeni hozzájuk egy művelt férfiút, aki őket a katolikus, a római katolikus hitre igaz módon tanítja meg, megjegyezvén egyebek között, mivel hogy mostanában a zsidók némelyike, az ő hitükre, a szaracinok meg velük szemben az ő saját hitükre próbálnak minket rávenni, megtéríteni. Világos a fogalmazás, ugye ez a szláv forrás egészen világosan megmondja, hogy mi történt. A 9. század vége, amikor már a mi őseink, az ősapáink, ősanyáink már útra készen álltak, a vérszerződés küszöbén állunk. És ekkor mondja, hogy próbálnak minket, azonban mi nem tudván, hogy közülük melyikhez csatlakozzunk, úgy döntöttünk, hogy hitünk és üdvösségünk ügyében a legfőbb és a római katolikus császárhoz, azaz Mihály bizánci császárhoz fordulunk tanácsért, mivel hogy bizodalmunk leginkább irántuk van, és senki más iránt, aki megjelen. Most ez ugye eléggé egyértelmű, hogy az a beállítás, amelyet a zsidó források hosszan taglalnak, hogy most úgy fejezem ki magam, és olyannyira hosszan taglalnak, hogy kérem szépen ennek a Halévinek a művében képzeljék el, az is benne van, hogy a Kazáriában ugye a legfőbb uralkodó csak zsidó lehet, és a 7. század végétől csak zsidó uralkodók voltak, föl is sorolja Gábriel, Ezékiel, Manuszia, Hanukka, Izsák, Zebulon, Mózes,
Niszi, Áron, Menáhem, Benyámin, József. Ez az utolsó. Igen, ám csak, hogy ezekről a nevekről az előbb felsorolt források egyike se hallott soha. Tehát a 12. századi Halévi, a Kuzári művében ezt, mint egy zsidó hagyományt, egy legendás, mesés hagyományt örökítette meg, és vetette papírra. Tehát azt kell mondani, hogy a források alapján, a régészetet is figyelembe véve, és természetesen az írott források más csoportjait is figyelembe véve, azt kell mondani, hogy a 9. század végén, e körül a civilféle akció környékén valóban egy nagy tömegű zsidó ember, viszonylag nagy tömegű, talán így pontosabb, viszonylag nagy tömegű zsidó ember áramlott be Kazária területére, dél felül a Kaukázuson keresztül, mert ekkortól Perzsia is, Bizánc is rendkívül erős zsidó üldözésben kezdett. Most a bizánciak, akiknek a szertartás könyvei Konstantin császárnak köszönhetően De Ceremonis címmel ugye megmaradtak, igen fontos forrásunk, pontosan, precízen leírja, hogy milyen feltételek mellett lehet egy bizánci császárnak, vagy egy bizánci császári házból származó személynek házassági kapcsolatot létesíteni. És ezek a 7., 8., 9., 10., 11. században, sőt, hát Anna Komnénosz 12. századi életéig is töretlenül megmaradtak. Ez világosan kimondja, hogy a kereszténység védő pajzsának számító bizánci császár kizárólag hithű keresztényt vehet feleségül. Ha most ehhez hozzáveszünk, hogy a bizánci császárok közül egy fél tucat kazár hercegnőt vett feleségül, még a 9. században is, akkor teljességgel kizárható, hogy mást feltételezzünk, mint ami a legendával kapcsolatosan eddig elmondtam. És most még a hazai régészeti anyagból is, hogy még megemlítsem, hogy amennyire nem találtunk egyáltalán ilyen szépen sem a kazáriai térségben, sem pedig lenne a Kárpát-medencei Magyar Nagyfejedelmség, illetve a királyság területén korai olyan zsidó emléket, ezt az ellenmi gyűrűt és a dunacsévi római téglát leszámítva, sőt, az első hiteles Kárpát-medencei zsidó síremlék 1278-ból származik. Tehát és ez kelet felé is így van, ezzel szemben, mint itt tetszik látni, a kaukázusi Huniában, amely a mai Dagesztán is Csecsenföld, ahol ez a szörnyű sok vérengzés folyik mostanában, ott egyre másra tárják fel, itt is az látszik, keresztény templomok. Ott látszik szépen a bizánci görög keresztes oltárasztal, templomnak ugye a szentély része, a kettős kereszt alakú alaprajzzal. Ez a Kaukázusban, Dagesztánban került, Csíriúrban. Tehát ez is azt jelzi, hogy Kazáriaban igaz, hogy sok nemzetiség volt, de az is feltételezhető a források alapján, hogy a 9. század végén az ide bemenekült zsidók egy része vezető hatalomra tett szert, sőt katonai vezető hatalomra, viszont minden forrás egyértelművé teszi, hogy a legfőbb uralkodó, a kagán soha nem tért át semmiféle zsidó vallásra, mindvégig keresztény maradt. Nem véletlen, ugye, hogy a kínaiak
is, amikor ugye meghívták az uralkodókat, három külön aranytrónust félre, vagy tettek az első helyre, ugye Perzsia, Bizánc és Kaszária uralkodója számára. Tehát a világ három nagy hatalma ról van szó, és ilyen értelemben bizony egyáltalán nem mindegy, hogy most egy nagy zsidó birodalomról van szó, vagy nem arról van szó. Hiszen akkor a világ három legjelentősebb országát jelentette, ugye Kaszária, Bizánc és Perzsia. A kínaiaknak a példáját is ezért említem. Tehát emellett természetesen még ugye a következmények, hogy úgy mondjam, vonatkozásában az is feltételezhető, de ezt nem tudjuk igazolni, hogy és majd mindjárt megmondom, hogy ennek mi a jelentősége. Az is feltételezhető, hogy a nem zsidó fajtájú, mert ugye ezt ugye nem győzöm hangoztatni, hogy a zsidó népcsoport az nem vallási felekezet. A zsidó egy emberfajta, egy embercsoport, bárhogy is. Na most erre még csak egy példát mondok, hogy ezt, ha netalántán itt valaki ezt akar, tovább akarná adni illetékeseknek ezt a kijelentésemet, hogy akkor azt is tegye hozzá a szövegbe, lábjegyzetbe, hogy Izrael állam 2011. október 30-ig kizárólag származási faji alapon adja meg az állampolgárságot. Tehát ezt azért tessék, akkor még a lábjegyzetbe beírni. Mert ez így van. Tehát én hiába megyek oda, sajnálatos módon kéne tessék nekem állampolgárságot adni. Szó sem lehet. Azt is igen. Na mostan kérem szépen, ezért van ennek olyan jelentősége, hogy lehetséges az a történeti anyag alapján, lehetséges az, hogy nem zsidó népcsoporthoz tartozók is áttértek. Igen, lehetséges. Ezt azért kell böcsületesen megmondani, mert itt van az erdélyi szombatosok kérdése. Székelyeink, az ősi székelyeink egy jelentős csoportja ugye tért át az izraeli szombatos vallásra, de nem metéltettek örül magát, és ugye csak a szombat ünneplését vezették be. De ez neki is az oka, ugye az volt, hogy ez a reformáció, ne felejtjük el, nem a 10. század, nem a 11., nem a 12-13., hanem a reformáció, a 16., 17. század, Dávid Ferencnek ugye a követői, Ősi András vezetésével döntöttek úgy, hogy ők visszatérnek az Ószövetség keretén belüli ősi hithöz. Ők komolyan vették, hogy a Teremtő Isten a zsidó népet választotta ki Isten népének, hát akkor mi is tartozunk Isten népéhez. Ugye ezt hirdették egyébként ugye Calvin nyomán Dávid Ferencék is, hogy vissza kell térni ugye az Ószövetséghez, vissza kell térni az eredeti puritán hát vallási formákhoz, és noha későbbiekben elcsenevészesedett, ha szabad így mondanom, az erdélyi szombatosok, de megvan ez a lehetőség, megvan ez a kazár, megvan. Csak hogy most jön tulajdonképpen, amíg az egész, szerint eddig tisztelt hallgatóimat kínosztam ezekkel, hogy itt ugye arról az a tét, hogy most már ezt a kiváló Bánó András műsorát idézzem, az itt a tét, hogy azt szeretnék elérni, mindmáig keleti-európai, vagy keletről Európába érkezett zsidó tömegek, azok tulajdonképpen keleti kazárok. Na most Ez annyira felvillanyozta őket, hogy a magyar származású Köszler Artúr, ugye a 13. Törzs című könyvében, amit 1976-ban írt, és angolul,
és aztán lefordították persze gyorsan magyarra is. Ez hosszan, szellemes ember egyébként, egy vadkommunista volt, aztán ugye kiábrándult, és Stalin ellen fordult, ez könnyen megtehette a gyönyörű 8 szobás villájában, Nyugat-Európában, könnyen megtehette, és akkor ő fejtette ki ezt először, ha mondjuk van, érdemes elolvasni, ezt a 13. törzset magyar fordításban, hogy itt nem igazságos az, hogy nem akarják befogadni a zsidókat. Holott, ugye felolvastam a Szószövetségből, hogy nem lehet befogadni őket, mert szigorúan a legszentebb kötelességük, hogy soha, hogy elkülönülve maradjanak soha a befogadó ővelük jóttevő nemzettel semmiféle kapcsolat. Még ha formálisan igen, akkor is belülről nem. Ha áttér kereszténységre, akkor is marad az, aki volt. Golyókkal soha. Na most ennek ez a hordereje igazán, és ennek ezért van az, hogy ugye amikor a 19. század második felében a magyar társadalom genetikailag megbillent, és nem csak genetikailag, egyébként is, akkor lett ez tulajdonképpen a központi kérdések egyike, hogy a kelet-európai zsidók tulajdonképpen kazáriai türkök, sőt, Köszner azt is kitalálta, hogy az úgynevezett kavarok, vagy kavarok helyesen, mert rosszul mondjuk, hogy B-vel, akiknek a legszebb leletanyagok egy csoportját is tulajdonítják néhány kollégám, a kitűnő, megboldogult Dienes István például, az nagyszerű magyar régész volt, és igen, korán halt meg. Ő például ezt hallotta, hogy a gyönyörű tarsólylemezes ékes övveletű sírjainkban kavarok feküdtek, és mi őrájuk is kiterjesztették ezek a koncepciót gyártók, hogy tulajdonképpen ezek a kavarok, akikről tényleg azt írja a bizánci császár, hogy a kazárok országából lázadással törtek ki és csatlakoztak a magyarokhoz, hogy ezek tulajdonképpen zsidó hitű emberek, és ezért a Kárpát-medencébe ugye hát már a 9. századtól megtalálható. Most túl azon, amit ebből aztán, hogy milyen nem jelentéktelen, szóval sokszor nem is veszik észre, azért jó, hogyha ne találtál ilyen előadásokon is felfigyelnek egyes kérdésekre, mert sokszor észre se veszik olvasás közben, vagy más előadás közben, hogy például a hivatalos akadémiai 10 kötetes történet, Magyarország története könyvben úgy szerepel az Ifjabb Királyság intézménye, nem most ezt nem tudom, hogy erre emlékeznek-e, vagy ez az Ifjabb Királyság intézménye, ugye ez azt jelenti, hogy az Álmos Árpád dinasztiának ugye az utolsó évszázadáról van szó, amikor ugye 4. Béla király nagyon sajnálatos módon összeakaszkodott a fiával, 5. Istvánnal, és de békességet szeretett volna, hiszen a mongol járás után vagyunk, ugye, és úgy képzelte, hogy ahogy régen volt az úgynevezett dukátus, tehát a hercegi hatalommegosztás, ez a korai időben nagyon gyakori volt, hogy az uralkodónak a testvérei hercegi birtokokat kaptak, ez volt a Biharban, volt Szabolcsban, volt Nyitra környéke, az nagyon előkelő terület volt, és ezt megfejelte 4. Béla, akit második országalapítónak is szoktunk nevezni, és nagyon fájt, különösen a feleségének, az édesanyának, a bizánci Máriának, ugye, hogy a
fia, aki egy rendkívül tehetséges ember volt, ötödik István, hogy nincs jó viszony az apa és a fiú között, és akkor úgy gondolta, hogy, hogy azzal elégíti ki a hatalomvágyát, na most már látom, hogy be kell fejezni, azzal elégíti ki a hatalomvágyát, hogy, hogy egy nagy területet átenged a fiának, ahol ő uralkodói jogokat gyakorolhat, pénzt verethetett, okleveleket állíthatott, kancellárja volt, nádora volt, és ez, ez az ifjabb királyság, ezt csak azért mondta, hogy fogjuk fel, hogy mit mondok, és kitalálták, és erről szól az én mai beszélgetésem, hogy az ifjabb királyság intézménye a kazáriai zsidó állam örökség. Ahol a kettős királyság, amiről a Varga Tibor tanár úr barátom múltkor beszélt, a kettős királyság intézményének továbbélése. És ez is bizonyítja, mivel hogy a 13. századról van szó, hogy milyen hamis az a beállítás, hogy az úgynevezett kelet-európai, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy lengyel és galiciai zsidóság, az ugyanazról a tőről fakad, mint a többi. Vagyis ezek Nyugat-Európából kerültek Kelet-Európába, és erre töménytelen forrásunk van, amely bizonyítja, hogy a lengyelországi és a galiciai zsidók első hullámai a 15. század végén 1492-1494 között jelennek meg, Spanyolországból indulnak, és Németországon keresztül, ennek van egy vitathatatlan bizonysága, a nyelvük, a németből alkult írt is, amely kizárólagos nyelvhasználatnak mondható, és ami még ennél is fontosabb, ugye a későbbi időkre vonatkozóan, hogy a nyugatról kelet felé vándorló zsidó tömegek zöme a 18. században került Közép-Európába és Kelet-Európába, 1772 után. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem voltak korábban zsidó kolóniák, természetesen voltak, sőt, de az is egy sajátságos, és ezt is, ha valaki úgy van egy kis ideje, hogy a forrásokkal foglalkozom, vagy ilyen vaskos könyveket, mint amit az előbb mutattam be a saját munkámból, olvasgasson, akkor nagyon érdekes adatokat talál arra, hogy nagyon sokszor ugye kerültek igen magas állásba az egyébként kitűnő felkészültségi zsidó pénzemberek. Például. Én vagy például mondok egy olyat, hogy ami tehát nem csak szerencsés Imrék voltak, Fortunatus Imreként, akik galád disznóságokat műveltek, hanem volt nekünk Erusz Jánosunk is, aki Mátyás királynak a főkancellárja volt, egy ortodox zsidó ember, ő csinálta a legjobb pénzt Európában. A Mátyás király arany forintját, amelyre a zsidó Ernusz János, akinek a testvére rabbi volt. Tehát, hogy teljesen tisztán, és lássuk a helyzetet, hogy itt semmiféle indulatról nincs szó. Ő vezette be a madonnás aranyforintját. Azt tanácsolta Mátyásnak, hogy felség, a magyaroknak a madonnát tegyük az aranypénz hátulját.